Köszöntök mindenkit itt a Fehérvár Televízióban, ez a fehérvári beszélgetések. Ugye manapság tényleg még jobban központi témává vált az egészség. Eddig is szerencsére úgy látjuk és úgy láttuk, hogy az emberek elkezdtek vele egyre jobban foglalkozni, sportolni például a városban, ugye rengeteg lehetőség van itt Fehérváron, különböző étrendkiegészítőket szedni. De persze vannak olyanok is, akik eddig nem foglalkoztak vele. Én azt gondolom, hogy számukra is manapság egyre fontosabb kérdés lesz a koronavírus ideje alatt, hiszen tényleg látjuk azt, hogy rengeteg embert ragad el tőlünk, rengetegen beleesnek, nagyon-nagyon sok embernél súlyos lefolyású, de azt mondják persze az emberek nagy részén, mint a 80%-ánál, az eddigi adatok, statisztikák szerint azért lájtosabb, enyhébb lefolyású, és tényleg pontosan ebből kiindul, hiszen mindenki félti az életét, tényleg egy központi kérdés, egy fókuszponttá vált az egészségünk, illetve annak teljes mértékű megőrzése, amit lehet tapasztalni mostanság, manapság. Ezért a mai napon erről beszélgetünk, annak ellenére persze, hogy tényleg a világ most azon van, azon dolgozik, nagy-nagy kutatók, hogy megoldást találjanak a koronavírus valamilyen védőoltás, valamilyen ellenszert, de én úgy látom, hogy manapság nagyon fontos, hogy tegyünk magunkért, és ez a mai műsor kérdés, hogy mit tehetünk magunkért. Vendégem a stúdióban pedig Suplicné Tóth Mária, egészségtan tanár, illetve táplálkozástudományi szakember. Szia, köszöntelek téged! Szervusz, Zoli! Sokat beszélgettünk már Vörösmarty Rádióban, Fehérvár TV-ben is beszélgettünk általános helyzetekről, de ez egy olyan akut helyzet, amit mindenképpen meg kell beszélni, ki kell beszélni. Mondtad adás előtt, felvétel előtt, hogy te is azt tapasztalod, most kapkod mindenki. Be vannak pánikolva az emberek, és most mindenki hirtelen az immunrendszerét, egészségi állapotát fel akarja turbózni. Igen, ez valóban így van. Azt látom, hogy aki eddig még soha az életében nem gondolt arra, hogy neki valamilyen plusz vitamint kéne szedni, az is most ezzel próbálja kompenzálni ezt a helyzetet, ami nem probléma, csak akkor probléma, hogyha irányíthatatlanul teszi ezt. Tehát ilyen kapkodva, idegesen, szakmai alapok nélkül, ugye nagyon-nagyon sok helyen nem tudnak adni szakmai tanácsot, levesznek a polcról bármit, és az ellenkezőt, tehát szeretne jobbítani magán, és ennek az ellenkezőt is el tudja érni. Most mire gondolok? Gondolok én arra, hogy most én is ajánlom a betegeknek, és nem csak a betegeknek, hanem a megelőzést célzóan, hogy grapefruit mag kivonatot, echinácia kivonatot fogyasszanak, de például egy várandós anya nem fogyaszthat grapefruit mag kivonatot. Ez egy fontos információ. Igen, tehát igen, ezért nagyon-nagyon fontos, hogy hozzáértő emberhez forduljunk, ne újságcikkekből szedjük ezeket, mert ott is van rengeteg jó, de rengeteg fals információ is van. A másik, ami nagyon fontos, hogy említetted ezt a szakértelmet, mert azért a pánikvámszedői, hívjuk így őket, megjelentek. Tehát akár nézzük a különböző közvetlen ajánlatokat tévécsatornákon, nézzük a különböző más-más interneten felbukkanó ajánlatokat, amik ugye irányítva mennek az emberhez, nagyon félre tudják vinni az embert, és rengeteg kárt tudnak okozni. Egészségben is, meg ugye a ti szakmátokban is. Abszolút, például. Abszolút, igen. Hát én is ezt borzasztóan sajnálom. Tehát ezt én látom, nem tudom, hogy ez ellen mit lehet tenni, ezek szerint semmit, mert ez már nem csak most a járvány kapcsán van ez. Ez régen is így volt, amikor én a férjem szoktam mutatni, most nézd meg, ez van, az van, hát, és nem tudok semmit tenni, és borzasztó, és arcpirító, és butaságok, és olyanok, hogy felhasználják szakemberek nevét különböző termékekhez, úgy, hogy a szakember nem is tudja, hogy őt felhasználták, tehát borzasztó, sajnos valóban most is ez így van, úgyhogy én azért mindenkinek azt javaslom, hogy ezért igazából irányítottan, és ezért örültem ennek a felvetésnek, amit te tettél, hogy próbáljunk meg itt beszélgetni, mert azért itt nagyon sok embernek tudunk szerintem iránymutatást adni most. Ez egy nagyon fontos dolog. Ugye azt mondják a statisztikák, először akkor kezdjük a legféltettebb kincseinkkel, a gyerekekkel, induljunk el így életkor szerint, hogy a gyerekek, ők annyira nem veszélyeztetettek, tehát őket igazából mondjuk kiadhatjuk ebből a dologból. Egyet értesz vele, vagy azért óvatosabban kéne ezt kezelni? Én abszolút nem értek vele egyet. Én egyáltalán nem értek vele egyet. Az, hogy a gyerekeket kihagyjuk, vagy kihagyhatjuk, azzal pláne nem. Szerencsés helyzet alakult most ki, hogy otthon tudnak ők maradni. Hogy nincsenek összezárva a közösségben. Mert én azt gondolom, hogyha ugyanúgy kénytelenek lennének tovább közösségbe élni, akkor ott is ugyanúgy beindulna ez a járvány, vagy ez a fertőzés hullám. Rájuk is kell gondolni. De egyébként a téli időszakban mindenféleképpen persze kell gondolni, a tavaszi időszakban megint mindenféleképpen kell gondolni, tehát a gyerekekre is gondolni kell a vitaminok szempontjából. A D gondolom, ugye, az fontos lehet talán? A D-vitamin mindenféleképpen. Mm. Tehát ha tőlem valaki azt kérdezi, nagyon sokan egyébként ismerősök is, hogy melyek azok a vitaminok, amelyeket mindenféleképpen most érdemes és ildomos. Megkérdezhetem?
Igen. Marika, mik azok a vitaminok, amik most mindenképpen fontosak és illdomosak a gyerekeknek szedni? De jó, szedni? Feltetted ezt a igaz, kérdést. Igaz, váratlanul. Igen. Igen. A D-vitamin, amit te is mondtál, mindenféleképpen én most azt javaslom, hogy egy picit emeltebb dózisban. Uh-huh. Azért is, mert a téli időszakon vagyunk túl, amikor egyébként is mindenkinek lecsökken a D-vitamin szintje. De köztudottan malnutríció van D-vitaminból, tehát alul dózírozás van D-vitaminból a magyar embereknél, ugyanúgy, mint ahogy az A-vitaminból is például, de amit szedni kell, az a D-vitamin és a C-vitamin. Uh-huh. Most a mennyiségek, ugye, mert mindig ez is egy központi kérdés, hogy mennyit. Ez mindig azt szoktam mondani, hogy mindenki gondolja végig az ő saját életvitelét, a saját tempóját, a táplálkozását, az energiafelhasználását, és ennek függvényében. Ezért, ha egy ilyen általános adagolást kéne mondani, akkor azt mondom, hogy a D-vitaminból 3000 nemzetközi egység, a C-vitaminból 1500 mg. Ez egy általános. Ettől nyilván el lehet térni, hogyha valaki mondjuk 120 kiló például, nem egy 50 kilós emberre dozírozott vitamint kell szedni, de körülbelül ez az átlag bevitel. Tehát akkor vigyázzunk a gyerekekre. Mindenképpen meg nyilván a kézmosás, nekik a távolságtartás. Hát ez igen, ezt azért nem hangsúlyozom ki, mert persze. Ezt most erről mindenhol lehet hallani. Ez úgy is. Így van, ahhoz, hogy jövünk. Mi? Ne vegyük el a kenyerét. Így van. Megnéztük a gyerekeket, nézzük meg a felnőtteket. Ugye itt viszont már azért kell különböző fokozatokat tennünk, ugye a krónikus betegek, illetve a nem krónikus betegek az egészséges felnőttek. Az, amit láttam, ugye most nyilvánosságra hozták azokat az adatokat, hogy milyen életkorú és milyen betegségben szenvedő emberek estek áldozatul a koronavírusnak, és megdöbbenve láttam, hogy például egy 41 éves hölgy, akinek azt írták oda, hogy magas vérnyomás. Magas vérnyomás az egy népbetegség például Magyarországon. Már fiatal korban is nagyon-nagyon sok magas vérnyomással rendelkező ember van. Itt azért nem mindegy, hogy mekkora az a magas vérnyomás, vagy hogy már megemelkedett a magas vérnyomás, akkor már veszélyben van az ember, úgy gondolod? Hát attól függ, milyen eredetű a magas vérnyomás. Mert ugye magas vérnyomásnak is van egy olyan deklaráció, hogy eszenciális magas vérnyomás, az azt jelenti, hogy szervi ok nélküli elsődleges magas vérnyomás. De lehet, hogy a hölgynek volt valami szervi oka, amitől magas volt a vérnyomása, vese, mellékese, bármi. Ezt jól elmondtad egyébként, mert néztem a kommenteket most mindenkinek segítve. Hihetetlen módon mindenki elkezdett parázni, úristen, nekem is magas. Lehet valakinek, hogy pszichésen a stressz miatt, tehát persze. Neki akkor azért annyira nem. Persze, így van. Én nem hoznám ezt most szoros összefüggésbe azzal, hogy azért történt, mert hogy magas volt a vérnyomása. De egyébként ugye általánosságban a védekezés, tehát ha valakinek van problémája, vagy nincs problémája, mindenféleképpen az immunerősítés legyen a cél. Uh-huh. A vitaminok bevitelének is az a lényege, hogy erősítsük az immunrendszert, mert igazából még nincs rá gyógyszer. Tehát ezt tudjuk, igaz, hogy kísérleteznek, meg próbálkoznak, de még nincs rá gyógyszer. Tehát mit tudunk tenni? A saját szervezetünket hozzuk olyan helyzetbe, hogy ő próbálja megoldani. Mert nem mindegy, tehát amikor találkozol egy ilyen infekcióval, nem mindegy, hogy milyen mélységbe tud az rajtad urrá lenni. Persze. Mert ugye nagyon sokan most is halljuk, hogy nagyon sok fertőzött van, akinek nincs tünete. Így van, 80%-a állítólag tök jól átvészelődött. Igen, azért nincs tünete, mert az ő immunrendszere érzékelte az idegen betolakodót, az antitest elkezdte építeni, a kis katonákat sorba állította, és lecsendesíti ezt a problémát. Na most ezt a mechanizmust kell mindenkinek erősíteni. Uh-huh. Tehát immunerősítőket, erre megvannak a gyógynövények mindenféleképpen, de egy nagyon fontos dolog, amire nem szoktak gondolni az emberek, és nagyon fontos az immunrendszer miensége szempontjából az, hogy a belek állapota, a bionómikus, úgynevezett bionómikus rendszerünk milyen állapotban ezt van. Hallottam, pont most beszéltél róla, nem soha régen a Vörös Marti Rádióban, pont hallgattam a műsort, és mondtad ezek a probiotikumok, hogy milyen elképesztő fontosak. Erre tényleg nem. Én azért nem mondom, hogy nagyon járatos, de azt gondolom, hogy átlagembernél hiponderségem miatt kicsit járatosabb vagyok ezekben a dolgokban, és én is azért utána olvasok mindennek, utána megyek mindennek, főleg ugye tőled szoktam információkat kérni, és nem gondoltam erre én sem, hogy ez mennyire fontos tényleg. Nagyon fontos, mert az, hogy a fehér vérsejteknél a T-limfociták hogyan működnek, hogy azt is tudjuk erősíteni, de az, hogy a vastagbél plakoknál lévő immunsejtek hogyan működnek, az mindenféleképpen a belek leterheltségétől függ. És hogyha túl sok zsíros ételt eszünk, túl kevés rostot fogyasztunk, már pedig a magyar ember kevés rostot fogyaszt. Borzasztóan sok a bélrenyhe, székrekedéses ember, ahol aztán különböző erjedési, rothadási folyamatok mennek végbe a vastagbélbe például, ami alapban véve gyengíti az immunrendszert. Uh-huh. És hogyha egy ilyen folyamat
tól szenvedünk, vagy ilyen folyamattal küzdünk 0-24-be, akkor ne várjuk el az immunrendszerünktől azt, hogy ő majd okosan védekezik, amikor jön egy ilyen vírus. Tehát nagyon fontos a probiotikus közeget rendbe tartani, probiotikus ételeket fogyasztani, nagyon sok zöldséget fogyasszunk most. Egyébként én is hallgatlak, és ugye azt hiszem éppen ma volt az, és nagyon örültem neki, hogy megjegyezted azt, hogy most ne az legyen a fő feladat, hogy eszünk, 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 és a végén majd jól elhízik mindenki. Igen. Én annak nagyon örültem, mert én is ezt gondolom, hogy most a minőségi étkezésre kell a hangsúlyt fektetni, és tényleg nagyon odafigyelve együnk több zöldséget, együnk több halat, és próbáljuk meg a zsírbevitet lecsökkenteni. Nagyon jó mondtad, ezeket eszembe jutott rögtön itt a belek kapcsán. Ugye rengeteg ember van Magyarországon, aki gluténérzékeny, tejérzékeny, minden érzékeny. Elsőként is az lenne, hogy ezeknek tényleg az összes valóban az, vagy csak divatból csinálja, hiszen ugye ez a divat hullám is azért, hogy gluténmentesen eszem, tejmentesen eszem, vagy valóban tényleg ennyi érzékeny ember van? Ez egyébként megosztja a tudományos világot, hogy most kell vagy nem kell, igen, ahogy te mondod. Igen, nagyon megosztja. Az én személyes véleményem az, hogy nagyon sok embernek gondot okoz a glutén. Uh-huh. És nem azért, mert a glutén egy ördögtől való dolog, hanem azért, mert túlzásba vittük bizonyos ételek fogyasztását. Tehát ma már nincs hiány semmilyen élelmiszerből. Mindenből lehet, amit csak akarsz, és ahányszor csak akarod, és reggel, dél, este, azért a régi időkben nem volt ilyen, hogy a kenyeret számolatlanul lehetett enni. Azon kívül ugye otthon sütötték a kenyeret, tudták, hogy milyen lisztből, tudták, hogy mi van benne. Most én éppen a múltkor bementem az egyik áruházba, még amikor még nem volt ez az egész vírusos dolog, és nézegettem a kenyerek összetételét. Volt egy olyan kenyér, aminek 24 összetevőjét számoltam meg. Zsemlénél láttam, ugyanezt 27 összetevőnél megszámoltam. Mondom, hát jó, de jó, mi kell, mi van ebben még? Igen ami kell bele. Igen. Na ez a probléma. Igen. Ez a probléma, és hogy nem fogyasztanak rostot az emberek, a probiotikus közeggel nem foglalkoznak, és egy idő után olyan immunreakciók jönnek, amelyek bizonyos tüneteket produkálnak, ami még nem azt jelenti, hogy ő cöliákiás, tehát nevezetesen gluténérzékeny, de intoleráns, nehezen tudja bontani ezek nagy molekulájú fehérjék. Nagyon nagy energiát igényel a szervezet részéről a bontása, és így az immunrendszer részéről is. És ez, hogyha összeadódik, ha folyamatosan megtörténik ez, akkor egy idő után esetlegesen rosszul értékeli az a bizonyos T-limfocit, az a bizonyos immunsejtek, hogy az antigén, ugye, mert a saját sejtjeinket jellel látja el. Igen. És akkor rosszul értékeli, és a saját sejtjeit is idegennek érzi, és akkor különböző reakciók jönnek elő. Általában ezek bőrtünetek szoktak lenni. Az én tapasztalatom az, hogyha valaki ilyet érez, akkor egy rövid glutén megvonás után újra vissza lehet terhelni. Ez fontos dolog azért tudni, persze. És akkor ezek az emberek akkor, hogyha jól értem, pont emiatt azért jobban oda kell, hogy figyeljenek magukra ebben az időszakban, azért igen, érdemes. Így van, mindenféleképpen, mivel az immunrendszernek az egy folyamatos problémája, nekik bizony, és ők veszélyeztetettebbek, és sokkal jobban oda kell figyelni. És ők azért, aki igazoltan cöliákiás, tehát ő azért van nagyon nehéz helyzetben, mert ez egy autoimmun folyamat. Tehát az immunrendszer túlműködik. Igen. Túlműködik. Ilyenkor például tehát gyógyszerrel ilyenkor nagyon nehéz, gyógyszeresen azt tudják csinálni, hogy mesterségesen csökkentik az immunreakciókat, ami nyitottabbá teszi a fertőzésre a pácienst. Igen. Viszont gyógynövényekkel ott tudunk segíteni, hogy az a bizonyos fékező sejteket, ezeknek a T-limfocitáknak van egy olyan faktor, ami fékezi ezt az egész folyamatot, azokat a fékező sejteket tudjuk erősíteni, amit autoimmun folyamatban is lehet használni, és ez pedig az echinácia, az a kasvirág. Tehát ez nagyon jó hatással. Igen, azt ők is használhatják, aki autoimmun betegségben szenved, mint immunerősítő. Megnéztük most a felnőtteket, nyugdíjasok, idősek, ugye ők van 65 év felettieket mondják, nézzük inkább akkor így, hogy idősebb korosztály, mert nyilván a vírus, én nem szám, már 65 év feletti, akkor őt jobban, nem tudom, megtámadom. Hogy nyugdíjasoknak, idősebbeknek mit tudnak mondani, hiszen rengetegen nézzük ugye közülük is a Fehérvár TV-t, hogy mit tudunk nekik mondani, mi az, amit tehetnek magukért. Hát az első és legfontosabb, hogy maradjanak igen, otthon. Igen, ez így van, nagyon fontos. Mivel ők meg is tehetik, tehát tényleg maradjanak otthon. És azon belül is ők is figyeljenek arra, hogy a megfelelő vitamin mennyiséget vigyék a szervezetbe. Nekik azért nagyon, bár az aktív korosztálynak is, de nekik nagyon fontos például a flavonoidok fogyasztása. Ugye Szent Györgyi Albert volt az, aki azt mondta, hogy a vitaminok
nem szívódnak fel tökéletesen, ha nincs flavonoid bevitel. Tehát azért a piros gyümölcsök kivonata... Tehát magyarul kivonata, az azt jelenti, ez a piros gyümölcsök fogyasztása flavonoid. Így van, meg mondjuk a cékla például, ami most megadatik nekünk, tudjuk télire tárolni sajátunk, tehát igen, az sincs, hogy külföldről behozott dolog. Tehát ilyesmikkel, tehát a táplálkozásukkal ők megtehetik, hogy otthon elkészítik maguknak, egy picikét legyen a táplálkozásuk válogatottabb, azon kívül bizony nekik is oda kell figyelni arra, hogy megfelelő vitaminokat és megfelelő immunrendszer erősítő gyógynövényeket. Itt hívom fel a figyelmet a gyógyteákra. Uh-huh. Tehát nagyon fontos. És a teáknak borzasztó nagy ereje van, mert egy gyógynövény az nem izoláltan egy-egy hatóanyagot tartalmaz ellentétben a gyógyszerrel. Ugye igaz, hogy az egy bizonyított, irányított és előre látható hatás, viszont a gyógynövénynek, mivel komplexen egy csomó hatóanyagot tartalmaz természetes közegben, sokkal intenzívebb tud lenni a hatása, és sokkal kiterjesztőbb tud lenni a hatása. Úgyhogy... És azt látom, hogy a magyar ember nem nagyon szeret tejázni egyébként. Nem, igen. Az, és az idősebb korosztály csak télen, hogyha fázunk, igen, esetlegesen, vagy valami betegség van, fáj a torkunk, akkor iszunk egy teát. Igen, pedig ilyenkor igen, például a hársfatea, a csipkebogyó, uh-huh, ugye azért azt már remélem mindenki tudja, hogy ezt hidegáztatással kell elkészíteni, tehát nem forró vízzel nyakon öntöm, és akkor igen, úgy próbálom ezt meginni. Hidegáztatással, aztán ott van a bodza, ott van a kakukkfű. Egyébként nagyon sok olyan fűszernövény is van. Ha azt mondja valaki, hogy én most nem akarok sehova menni, nem akarok semmit vásárolni, az nyissa ki a fűszeres szekrényét, és nézze meg, hogy mi van ott, mert ha már van oregánója és kakukkfűje, akkor már nagyon jól tud védekezni a vírus ellen. Uh-huh. Na, de hát jók ezek a tanácsok. Igen. Ugye említetted, hogy a magyar embernek a táplálkozása rost szegény, hogyha mondjuk tényleg nevén nevezzük a gyereket, akkor te mondjuk mit ajánlasz, mi az, amit tegyünk akár reggelire, ebédre, vacsorára, tehát amiket érdemes főzni, meg amiket érdemes mondjuk így reggelire fogyasztani, hogyha konkrét példákat tudnád szemléltetni. A gabonapelyheket mindenféleképpen, tehát én nagy műzli párti vagyok, de... Van köztük ugye különbség, ugye most arra gondolsz, amit gyerekeknek reklámoznak tévéműsorokban, vagy a másik fajtára? Igen, nem. Aha. Éppen ezt akartam mondani, hogy de a műzli az nem arról szól, hogy mindenféle cukros, habos, babos, igen, finomított akármi, igen, hanem maga a puffasztott és préselt gabonaszem. A zab... Zabot sokan pehely, esznek mostanában, igen, például. Igen, hál' Istennek. A zab is egy olyan növény, aminek például a fehérje faktora egy viszonylag könnyen emészthető, nagyon sok aminosavat tartalmaz, és most ebben az időszakban rendkívül fontos, hogy megfelelő aminosav ellátottságunk legyen, mert azok az enzimek, amelyek majd a védekező mechanizmusban fontos szerepet játszanak, azok csak abból az aminosavakból tudnak generálódni, amit én beviszek, főleg, hogyha egy csomó eszenciális aminosav kell, uh-huh, ugye a kívülről bevitt aminosavak. Tehát azért nagyon jó, hogyha valaki tudja fogyasztani a tejet, akkor tejjel, ha nem, akkor növényi tejjel, tegyen bele egy kis aszalt gyümölcsöt például, és a saját gyümölcseinket. Tehát én nem vagyok híve a déli gyümölcsfogyasztásnak, megmondom őszintén, mert igazából, hogyha abba vitamint gondolunk bele, akkor az ott az élőhelyén van, amikor éretten leszedik. Tehát amikor teljesen zölden szedik le a fáról, aztán majd valami élelőgázzal befújják, akkor olyan sokat ne várjunk tőle. Maximum jó sok peszticid lesz benne, ilyen permetszer származék, amire megint csak nincs szükségünk. Mm. Tehát ott vannak az aszalványok, mint régen is. Hát régen is a szilvát aszaltuk, és azt tettük télen, és az teljesen tökéletes volt, ugyanúgy a meggyel. És finom is ráadásul az, ugye? Így jó, van, jó íze is van ezeknek. Így van. Tehát reggelire mindenféleképpen ezt. Tehát zabot, aszalt gyümölcsel összekeverni. Például. Az finom is egyébként. Van. Vagy van, még mondjuk egy olyat, hogy goibogyó, vagy uh-huh, líciumnak is hívják. Igen. Ezt is lehet szárítva arszalva kapni. Itt kettős hatás van, mert itt még egy kis májvédelmet is kapunk, mert nagyon olyan hatóanyagokat tartalmaz, ami tisztítja a májat. Magyarországon nem árt a májvédelem, ugye azt tudjuk nagyon nem jól. Nem bizony. Amikor, hogy pálinkát azért iszunk, hogyha baj van, pálinkát azért iszunk, hogyha öröm van például. Igen. Kicsit mondjuk a hétköznapi embereknek a fejével gondolkodva, itt gondolunk a különböző péksütikre, úgy hívjuk kifli, zsemle, kenyér, azok közül miért érdemes fogyasztani? Hát reggelire? Mindenféleképpen legalább a teljes őrlésű, tehát hogyha ha nem is vegyesen mondjuk rozsból vagy tönkölyből készült, de legalább teljes őrlésű legyen az a péksütemény, és most ezeket a finomított mindenféle buktáskákat, meg ilyesmiket, ezeket most felejtsük el. Persze. Mert az olyan mennyiségű zsírt tartalmaz, egyébként egyszer érdemes lenne ezt bemutatni az embereknek, hogyha megeszik egy ilyen buktát, ilyen mindenféle pékség által elkészített buktát, hogy az körülbelül két evőkanál zsír.
Meg mennyi cukor például? Ugye, mennyi de van mert benne? A cukor is átalakul cukor, zsírrá. Igen. Igen. És ez borzasztó, az, ahogy az ereket eltömíti. Tehát egyszerűen az olyan károkat okoz, hogy azt el sem tudja képzelni az, aki azt megeszi. Igen. Alattom most már nagyon finom, de nagyon egészségtelen például, így van. Ebédre mi az, amit mondjuk érdemes főzni például? Én nagy levespárti vagyok, tehát nagyon jó. A leves az telíti a gyomrot, előkészíti egyébként, tehát elkezd az enzimek termelődni, előkészíti a főételre a gyomrot. Ezért fontos. És azt látom, hogy főleg a fiataloknál, hogy valahogy nem divat a leves. Nincs leves. Mostanában egy családoknál is azt látom, a leves van szombaton, vasárnap maximum, nincs, mert nincs erre időm, nem akarok, vagy hogyha van, akkor ugye hát az acskós leves. Az meg az egy tragédia, ugye abban az E621 a nátrium glutamát olyan szintű károkat okoz a belegbe, amit megint nem szabad. Tehát mindenféleképpen zöldségekből készült leves, akár húsleves, akár gulyásleves, de főleg a zöldségleves. Az a jó, hogy ma már olyan technológiák vannak a mirelitárú előállításához, ami szinte megőrzi 100%-ban a beltartalmi értékét a zöldségeknek. Igen. Tehát nyugodtan lehet a mirelit zöldségeket használni leveskészítésre. Ez jó, ott van a alatta egy kis vöröshagyma, egy kis fokhagyma, ugye nagyon jó, ez már mint fűszer kiegészítés is, a mostani időkben még külön jó. Ezt milyen jó, hogy mondtad, vöröshagymát, fokhagymát, répát, zöldséget, zellert, egy kis paradicsomot, petrezselyen bele, és ebből nagyon finom leves lehet. Kitűnő. Például. És hát olyan baktériumölő, például a petrezselyemnek is olyan baktériumölő hatása van, a hagymának is olyan kéntartalmú vegyületeket tartalmaz, ami igen intenzíven öli a baktériumokat. A fokhagymának például penicillin, a penicillinnel egyező antibiotikus hatása van. Csinálok is egy ilyen leves. Tényleg megjött hozzá, kérdezni, tényleg fog csinálni egy ilyen leves. Nagyon könnyű, nagyon egyszerű. Tehát levesnek mondjuk ez. Másodiknak, főételnek? Főételnek nyugodtan lehet azt tenni, amit mindenki szeret, csak a mennyiségeket figyeljünk igen, oda. Igen. Tehát, hogyha nem dolgozunk fizikailag effektíve, nem mozogjuk le, akkor éppen csak annyit, ne együk túl magunkat. Például, hogyha valaki megeszi a levest, akkor keljen föl az asztaltól. Keljen föl az asztaltól, ne egyből a másodikat, és utána nézzem magába, hogy mennyire vagyok én még éhes. Nem nagyon? Akkor csak egy picit tegyek a tányéromra a másodikból. Igen. Tehát másodikat nyugodtan meg lehet. A két étkezés között délelőtt egy-egy almát még el lehet fogyasztani, tehát az még belefér. Délután már azt mondom, hogy inkább már a könnyebb dolgokat, teázzunk, ígyunk esetlegesen gyümölcslevet, bár én nem vagyok gyümölcslépárti, a patulin miatt, ugye, mert azért a gyümölcslébe benne vannak ezek a bizonyos gombák, ha csak nem saját magunk készítettük el. Igen, azt mondjuk, igen. Igen, de főleg zöldségeket, és akkor egy könnyített vacsorát, ami például én vacsorára is nagyon szeretem a levest. Tehát egy ilyen jó zöldségleves, amiről beszéltél például a vacsorán, azt fogok ma vacsorát, tényleg meg fogom csinálni. Igen, az egy jó dolog volt. Nagyon, nagyon telik a műsoridő, nagyon-nagyon rövid időnk van. Hoztál magaddal, amikor jöttél, láttam, hogy valami van a kezedben, valamit nagyon-nagyon szorongatsz. Miért fontos ez most jelen esetben, és mi ez? Ez azért nagyon fontos, mert hogy mivel a vírusvédelemről beszélünk, a levegőben el tudnak szaporodni a kórokozók, a tárgyakra rá tudnak tapadni, és van egy ilyen készülék, ez a hidegpárásítónak hívják, többféle van, már nagyon sokan lehet ismerik. Lehet, hogy több helyen ilyet gondolom. Így van, persze. Vizet kell beletenni, ebbe bele lehet csepegtetni az illóolajat, mert meg kell nézni mindenkinek otthon, ha van hidegpárásítója, hogy alkalmas-e arra, hogy olajat csepegtessünk bele, mert nem mindegyik alkalmas. Úgyhogy ezt nézzük meg, mielőtt beleöntjük. Igen, nehogy tönkre menjen, de persze. Ha alkalmas rá, akkor a teafaolaj kitűnő most ebben az időszakban. Magák az illóolajak egyébként nagyon erősen antibakteriálisak, antivirálisak, úgyhogy ajánlom, ha csak egy ilyen kis sima gyertyás kis párlogtató van, de az is elég, hogyha a radiátorra teszünk egy kis tányért, amiben beleteszünk vizet és belecsepegtetjük 4-5 cseppnyi illóolajat, a teafaolajat, a kakukkfiolajat, az eukaliptuszolajat, a citromolajat. Nagyon jó. Marika, köszönjük szépen a rengeteg jó tanácsot, köszönöm a receptet külön, és tényleg nagyon mindenki szívesen. Nevében, hogy elmondta ezeket. Ebben az időben tényleg nagyon fontos tudnivalókat. Köszönöm még egyszer. Én is köszönöm. És önöknek is köszönöm, hogy itt voltak velünk, tartsanak velünk legközelebb is itt a fehérvári beszélgetésekben.